Közel 4,5 méter hiányzott a pályáról a Continental Arénában. A Blue Sharks ugyanis a 215 centis Zinger Zoltánt, még a nagykörös a 224 centis Dobos Lászlót kényszerült mellőzni a két csapat szerdai összecsapásán. A nyíregyháziaknál azonban a magasságbeli hiányt játékbeli teljesítménnyel pótolták, hiszen Czura Attila, Nagy Krisztián és Bús Iván is jó formában termelte a pontokat, az asszisztokat és a blokkokat. De a hazai közönség előtt most bemutatkozó Stojanovic is ott folytatta, ahol Vásárhelyen abba hagyta. A nyíregyháziak győzelme egy pillanatig sem forgott veszélyben, csupán a pontkülönbség hol csökkent, hol pedig nőtt, a végén 23 pontnál állt meg, és a cápák 86-63-ra felfalták a solymokat. Mi hétközben nem tudunk elmenni a meccsekre, teljes csapattal még sehol se voltunk. 3-4 hiányzónk mindig van, dolgoznak a játékosaim, vagy vizsgáznak, vagy tanulnak. Nekünk ez nem egy jó konstrukció, de hát el kell jönni azt játszani. Hát a 4 legmagasabb játékosunkból 3 nem volt, az rányomta a bélyeget a mérkőzésre. Nem is vártam más eredményt. A cápáknál a győzelem ellenére azért nem voltak teljesen elégedettek. Alapvetően nem nagyon tetszett a játék, és nagyon örülök a győzelemnek természetesen, de sokkal jobban örültem volna, ha a nagykörös a teljes csapatával jön el, itt vannak a magas emberei, és akkor sokkal jobb mérkőzés lehetett volna. Talán nagyképűnek tűnik egy picit, akkor is győztünk volna, csak egy kicsit jobb mérkőzést láthat a közönség. Így viszont elég kellemetlen ellenfél volt a nagykörös, nem volt igazán szerkezete, nem könnyű ellenük játszani, és felpörögni sem könnyű, de ezeket a mérkőzéseket is nyerni kell, és a második fél időben már úgy játszottunk, ahogy szerettem volna. A hazaiaknál Bús Iván ezúttal is remek játékkal járult hozzá a csapat a győzelméhez. Nehéz meccsre számítottam egyébként, annyiban szerencsénk volt, hogy nagykörösnek hétközben nem engedték el egy-két játékosát, de ezek szoktak igazából az a kötelező győzelmek mindig a legnehezebb szülések lenni. Jól kezdtünk, hál' Istennek, ami ebben a szezonban egyszer-kétszer már volt problémánk, hogy bealudtunk a rajtnál. Most magabiztosan kezdtünk, egy kicsit visszább jöttek egyszer-kétszer még az első félidőbe is, de félidőbe átbeszéltük a dolgokat, és igazából a fizikai fölényünket, meg erőnléti fölényünket kamatoztattuk, és végére így hátradőlős győzelem lett belőle, hál' Istennek. A Blue Sharks győzelmével a harmadik helyen áll a férfi kosárlabda NB1B piros csoportjában.